Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnafej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Berendezték a szavazóköröket, április 3-ára készülnek már mindenhol. Felszámolják a szeméthalmokat, rengeteg illegális hulladékot szállítanak el Tamásiból. Elkészült a menedékház, ukrán gyermekek és nők érkeztek Sárpilisre. A megyei fejlesztéseket összegezték, polgármesteri fórumot tartottak Szekszárdon. A szekszárdi választási irodák felkészülve várják a vasárnapi voksolást. Idén rendhagyó módon az országgyűlési választásokat egybekötötték az országos népszavazással, így több feladata lesz a szavazatszámláló bizottság tagjainak. A Nemzeti Választási Iroda előírása szerint első körben az egyéni, utána a listás szavazólapokat fogják megszámolni a bizottságok, és azt követően összesítik majd az országos népszavazás eredményét. Minden készen áll a vasárnapi választásokra, nyilatkozta Szekszárd jegyzője, dr. Gábor Ferenc, aki egyben a helyi választási iroda vezetője is. A megyei jogú városban található 39 szavazóhelyiségből 33 akadálymentesített. Péntekig összesen 374 darab átjelentkező és 354 darab mozgó urna kérelem érkezett be a választópolgároktól. A választási irodák berendezték a szavazóköröket, Szekszárdon összesen 39 szavazókör van. Hasonló berendezésekkel, mint ami itt látható, elhelyezték a kollégáim a szavazóhelyiségekben a szavazó fülkéket, illetve a szavazó urnákat, berendezték az asztalokat, úgyhogy már csak a szavazás napján várjuk a szavazatszámláló bizottságokat és a választópolgárokat. A választási iroda és a szavazatszámláló bizottság tagjai is felkészültek, megfelelő szakismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy a szavazást gond nélkül lebonyolítsák. A választás napján, tehát vasárnap délig van lehetőség mozgódás igényt benyújtani. Ezt megtehetik a választópolgárok vagy a hivatalban, vagy pedig személyesen valaki útján beviszik a kérelmet a szavazókörbe. Ez az első olyan szavazás, ahol az országgyűlési választásokat egybe kötötték az országos népszavazással, így több szavazólap eredményeit is összesíteni kell. Hivatalos végeredmény a késő esti órákban várható. 2327 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.854.198 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 40, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.510 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő. 1.858 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 31 új fertőzöttet regisztráltak a hét negyedik munkanapján, ezzel a járvány kezdete óta 39.253-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Közel egy éve gyűlő szeméthalmot számolnak fel néhány napon belül Tamásiban. A rengeteg hulladékot egy újrahasznosítást tervező cég halmozta fel, a munkát viszont nem kezdte el. A főként PET palackot tartalmazó bálák elszállítása már jövő héten elkezdődik. Tavaly óta gyűlik a műanyag hulladék a Tamási buszpálya udvarnál. Egy cég azt tervezte, hogy az Olaszországból behozott szemetet majd újra hasznosítják, ebből viszont semmi nem lett. Az ügy miatt előbb a város önkormányzata, majd a kormányhivatal kezdeményezett eljárást a vállalkozás ellen. Az engedély azt tartalmazta, hogy idehozza ezt a szemetet, és utána egy különböző technológia segítségével ezt feldolgozza, és úgymond hasznos anyaggá alakítja, tehát a újrahasznosított hulladékról beszél az engedély, a folyamatlánc is megvolt, tehát minden rendelkezésre a dokumentum megvolt ehhez, csak hát ugye odáig nem jutott el a cég, pusztán csak a beszállítása. A főként PET palackokat tartalmazó bálák ugyan nem számítanak veszélyes hulladéknak, ettől függetlenül az elszállításukat és ártalmatlanításukat minél előbb meg kell oldani. Most ez a folyamat kezdődhet meg, jelentette be a helyszínen Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Nekünk csak törvényes úton van módunk megoldani a problémát, és itt közbeszerzéstől határidők főszólítása, határidő tegye meg a vállalat, annak megvárni a jogi
rajta, tehát ezek vitték az időt, de hál' Istennek ez 6-ával most már minden határidő jár, 5-én a végleges szerződés aláírható, és akkor 6-ával kezdődhet a munka. Vagyis április első hetének közepén elkezdik a szeméthalmok felszámolását. A terv pedig az, hogy az így keletkező költségeket ráterhelik majd a hulladékot behozó vállalkozásra. Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős államtitkára azt mondja, a kormányzat az elmúlt években több mint 8 milliárd forintot költött csak az illegális hulladék felszámolására. Ebből a pénzből 300 ezer tonna szemetet tudtak ártalmatlanítani. A másik probléma az újratermelődés problémája. Az a baj, hogy sokan azt látják, hogy valaki elviszi a hulladékot, akkor oda kihordja, mert hát akkor majd valaki úgyis el fogja vinni. És ezt szeretnénk ezen változtatni, és hát már elkezdtük azt tervezni, hogy hogyan lehetne a szankcionálási rendszert sokkal szigorúbbá tenni, hogy tényleg legyen elrettentő értelme is a büntetéseknek a mértékének. A rengeteg hulladék elszállítását és feldolgozását tehát most az Innovációs és Technológiai Minisztérium egy erre a célra fenntartott alapjából kell finanszírozni. A cél viszont, hogy a költségeket behajtsák majd a behozatalt intéző cégem. A gazdaság működése vagy nem működése itt a kérdés, hangsúlyozta pénteken Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő arról beszélt, hogy vannak országok, amelyeknek úgy alakult a történelme, hogy nem rendelkeznek olyan befogadó és szállító kapacitásokkal, amelyek lehetővé tennék, hogy ne Oroszországból hozzanak olajat meg gázt. Közölte, a gazdaság működése vagy nem működése a kérdés, a magyar gazdaság nem működhet ilyen energiaforrások nélkül. Csövön jön a olaj meg a gáz, ha jön, van, ha nem jön, nincs. Tehát nem arról van szó, hogy majd fölveszünk a pulóvert este, és egy kicsit lejjebb csavarjuk a fűtést, mint hogy néhány okosot nyugaton ezt gondolja, vagy hogy néhány forinttal többet fizetünk a gázért, meg amikor tankolunk, hanem arról van szó, hogy ha Oroszországból nem jön energiaforrás, akkor nincsen energia Magyarországon. Tehát azt nem mondom, hogy lét nem lét, de a gazdaság működése vagy nem működése itt a kérdés. Átadták Sárpilisen az Ukrajnából érkező háború elől menekülő nők és gyerekek számára felújított egykori református parókia épületét. Az ingatlan teljes körű renováláson esett át, így átmeneti otthonául tud szolgálni a menekülteknek. A lakóház 8 személy elszállásolására alkalmas, bútorainak és berendezéseinek köszönhetően pedig teljes körű ellátást biztosít. Ez a sárpilisi felújított családi házad otthont a hamarosan érkező, Ukrajnából menekülő emberek számára. Az ingatlan nemrégiben teljes nyílászáró és tetőcserén esett át, a napokban pedig bebútorozták, így alkalmas életvitelszerű lakhatásra. Figler János, Sárpilis polgármestere elmondta, hogy egy hétvége alatt sikerült az ingatlant lakhatóvá tenni a várhatóan napokon belül érkező gyermekek és nők számára. Továbbá rendelkezésre áll még egy közel 100 fő elhelyezésére is alkalmas, régen idősek otthonaként szolgáló létesítmény, mely segíthet a jövőben érkező menekültek elszállásolásában. Kormányhivataltól érkezett megkeresés a települési önkormányzat felé, hogy Ukrajnából menekült, háborús menekültek elhelyezésére lenne szükség, akkor itt a református egyházzal együttműködve birtokba vettük ezt a felújított családi házat, és próbáltuk meg szervezni minél gyorsabban a berendezését egy kulturált európai normáknak megfelelő életvitelhez. Horváth Kálmán kormány megbízott szerint az egykori református parókia teljes felújításon esett át, az összefogásnak köszönhetően a napi életvitelhez alkalmas szálláshely került kialakításra. A falu támogatásával sikerült szerintem teljesen korrekten felszerelni ezt az épületet, konyha van, rendes szállás lehetőség, hűtőszekrény, tehát minden olyan dolog, ami egy normál család működéséhez elengedhetetlen. Nyilván férfiak nem nagyon lesznek, inkább gyerekekre és felnőtt nőkre lehet számítani. A térség önkormányzatai és vezetői továbbra is azon dolgoznak, hogy a kultúrát európai normának megfelelő életvitelhez szükséges alapvető dolgokat biztosítsák a menekültek számára. Az elmúlt évek legfontosabb fejlesztéseit bemutató fórumot szervezett a Tolna megyei önkormányzat a térség polgármesterei számára. A kötetlen találkozón a jövő terveiről is szó esett. A Babits Mihály Kulturális Központban tartottak fórumot a térség polgármestereinek.
A hagyományosnak tekinthető, összetartozást jelképező rendezvényt a Tolna megyei önkormányzat szervezte. Az eseményen az elért eredmények ismertetésén kívül a régióban tervezett beruházásokról is szó esett. Porga Ferenc, tamási polgármestere úgy fogalmazott, tapasztalatcsere szempontjából nagyon fontosak ezek az összejövetelek, mert távolabbi települések vezetőitől is lehet új dolgot tanulni. Én azt gondolom, hogy a megye vezetése jó kezekben van, jó kezekben volt az elmúlt időszakban, bizonyítják azok a beruházások, fejlesztések, amelyek a Tolna megyei önkormányzaton keresztül került kiírásra, és ugye települések valósították meg, és hát most egy újabb fejlesztési szakos előkészítésében vagyunk. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke elmondta, az ilyen összejövetelek alkalmával többek között körvonalazódhat a megyét érintő fejlesztések jövőbeni listája. Nem igazán politikai jellegű történet lesz, hanem arról beszélünk, hogy miért jó együtt lennünk, miért jó együtt vezetnünk Tolna megyét, és miért tudjuk egymást segíteni a különböző események lebonyolításába, a fejlesztésekbe. Tolna megye szempontjából nagyon fontos beruházások zajlottak az elmúlt időszakban, melynek köszönhetően a kisebb települések is fejlesztésekkel gazdagodhattak. 110 milliárd forintos uniós forrást fordíthat a kormány a köznevelési intézményekben a tanulási környezet megújítására, illetve épületenergetikai korszerűsítésekre, mondta az emberi erőforrások minisztere csütörtökön. Kásler Miklós közölte, az emberi erőforrás fejlesztési operatív programban 86 milliárd, a környezeti és energetikai hatékonysági operatív programban 22,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A fejlesztés célja, hogy ne csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb városokban, településeken működő iskoláknak is biztosítsák a minőségi oktatás feltételeit. Hozzátette, hogy a pályázathoz, amelyből 61 milliárdot már lekötöttek, a kormány 25 milliárd forint többletforrást biztosított. A rendelkezésre álló közel 110 milliárd forintból eddig 15 milliárd forintot költöttek el infrastruktúrális fejlesztésekre. A Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ alaksorában egy próbatermet alakítottak ki. Ezzel a helyi és környékbeli zenekarok számára szeretne lehetőséget biztosítani az intézmény, hogy közel stúdió minőségű helyen gyakorolhassanak. A terem közösségi térként is használható. A megnyitón résztvevők próbálgatják a hangszereket Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ alaksorában, ahol egy próbatermet alakítottak ki. A stúdió amatőr és profi zenekaroknak nyújt próbálási lehetőséget, illetve kamaszoknak, diákoknak és fiataloknak közösségi teret, ahol összejöhetnek zenét hallgatni, beszélgetni. De felolvasó estekre és kisebb amatőr színjátszásra is használható a kisméretű színpad és a helyiség. Körülbelül 30-35 ember fér el, de az már szűkös, és hát ugye a színpad adta egyéb lehetőségekből, akár az amatőr színjátszók is, illetve a nevéből adódóan Árkád Dia vetítéseket, úti beszámolókat is szeretnénk ezen a helyszínen megvalósítani. Teljesen fel van szerelve az alaksori próbaterem, így van benne egy teljes dobfelszerelés, basszus és gitár alap, erősítő fej, keverő pult, monitor, hangszórók, mikrofonok, állványok. A berendezést pályázati pénzből sikerült megvásárolni. A Csengei Dénes Kulturális Központ ezt egyrészt ugye az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított keretből, másrészt saját forrásból valósította meg, és én még egyszer hangsúlyozom, hogy ez az ötlet, ez egy igazán jó ötlet volt, és remélem, hogy a fiatalok is minél többen jönnek majd ide, ugyanúgy, ahogy a zenekarok is. Az átadás után nyitó koncert volt az Arkádia névre keresztelt új próbateremben, a Balanceville Group lépett fel. Regionális híreink következnek. Bővült a baranyai kormányhivatal, Villányban is kialakítottak egy kormányablakot. Gyermekelőadásoké a főszerep, ifjúsági színházi fesztivált tartanak Kaposváron. Római kori leletek Pécsen, egy építkezésen kerültek elő a kincsek. Hamarosan már a siklósi járásban is, ahogy a pécsiben, három kormányablak működik. Nemrég adták át ugyanis a legújabb kormányablakot Villányban. Az épületben három ügyintézői teret alakítottak ki, de ugyanolyan ügyeket intézhet a lakosság, mint bármely más kormányablakban.
Az elmúlt időszak egyik legkisebb kormányablakát adták át Villányban. Mindössze 3 ügyintézési asztalt alakítottak ki, ám erre szükség volt a településen, mondta el stábunknak a Baranya megyei kormány megbízott. Horváth Zoltán hozzátette, hogy ebben a beruházásban az önkormányzat volt a kormányhivatal partnere, ugyanis az állami szervezet csak bérli az ingatlant, amit most újítottak fel több 10 millió forint értékben. Megjelenésében kívülbelül úgy néz ki az épület, mint minden kormányablak, és ugyanolyan ügyeket is lehet intézni, mint bármely más kormányablakban. Baranya megyében az országos átlag felett vagyunk a kormányablakok lefedettsége tekintetében, valamennyi járás székhelyünkön működik kormányablak, Pécsen pedig 3 kormányablakunk, plusz egy csak gépjárműgyintézésre kialakított központunk is működik. Na, ehhez a nagy lefedettséghez társult most ez az új, a Siklósi járásban lévő Villányi kormányablak. Terveink szerint még ebben az évben Harkányban is át fogjuk adni az új kormányablakot, így a Siklósi járás lassan felzárkózik Pécshez, mert 3 kormányablak lesz. Ezzel a magunk részéről mindent megtettünk, hogy a legkisebb településtől a legnagyobbig az állami szolgáltatások megjelenjenek. Horváth Zoltán úgy értékelt, ezekben a térségekben akár 10 évvel ezelőtt iskolabezárásokról, vasúti vonalak megszüntetéséről és a vidék lesajnálásáról gondolkodott az akkori politika. A polgári kormány viszont mindig kiemelten számított a vidékre, de a vidék is számíthatott a kormányra. Ez egy vidékfejlesztési program, tette hozzá. A villányiak mostantól hétköznaponként minden délelőtt, szerdán pedig 17 óráig felkereshetik az új kormányablakot, és intézhetik ügyeiket bármilyen területen. Mekkora támogatásra számíthatnak a magyar agráriumban dolgozók, milyen változásokat hozott a háborús helyzet a szabályozásban? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok a gazdálkodók, akik részt vettek a Mohácsi Agrárfórumon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium közösen szervezte meg az országjáró sorozatot. A szakemberek szerint annyi pénz jut a következő 7 évben a mezőgazdaságba, élelmiszerfeldolgozásba, ami egy versenyképes pályára állíthatja ezt a szektort. Közös agrárpolitika, országos roadshow, minden idők legnagyobb mértékű agrártámogatásáról olvasható a képernyőn. Mohácson találkoztak a baranyai gazdák, agrárszakemberek, hogy beszéljenek a most indult EU-s pénzügyi ciklusról. Azonban más hatások is érték az agráriumot az elmúlt hetekben. Több pénz jut a magyar mezőgazdaságnak a következő években. Ez a mostani politikai szándék, mondja a terület parlamenti képviselője. A kormánynak elhatározott szándéka, hogy az agráriumba az eddigieknél is nagyobb fejlesztési forrásokat szán. Ugye, amikor én ezt hallom a miniszterelnökökről, akkor tudom, hogy én egy olyan térséget képviselek a magyar parlamentbe, aminek hihetetlenül jó adottságai vannak. Tehát szinte az ország legjobb agrár térségei közé tartozunk. Ha többletfejlesztések nyílnak meg az agrárium előtt, akkor nekünk ebből részesedni kell. 2 évig dolgoztak az EU közös agrárpolitikáján. Most azonban az orosz-ukrán háború miatt gabona hiány van. Ez átéri az eddigi elképzeléseket. Nem lehet a termelés korlátozni, nem lehet parlagoltatni a földet, amikor minden szem gabonára szükség van. Ilyen viszonyok között nem lehet megvonni a műtrágyát, hisz a hozamokat növelni kell. Ilyen viszonyok között nem lehet a növényvédőszereket letiltani, amikor azt akarjuk, hogy megvédjük a termést, hogy legyen termés. Tehát ebből a szempontból a kérdés nagyon egyértelmű és nagyon aktuális, hogy igen, ilyen körülmények között a gazdák változatlanul képesek termelni, de azt kéretik, hogy kezüket, lábokat ne kössék össze. 12%-kal nagyobb a közvetlen támogatások összege a következő 7 évre, mondja az elnök. Nagyon sok megkötés van, környezet, klímavédelem, állatjóléti előírások többek között. Ezekre fel kell készülniük a gazdáknak, ebben segít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is. Ha az Unió végre a nemzeti stratégiai tervünket, amit mi határidőre benyújtottunk december 30-án a múlt évben, végre elfogadja, minősíti, vagy lefolytatjuk azt a vitát, ami ilyenkor szükséges, akkor tulajdonképpen az mondható el, hogy mi készen állunk, felkészültünk, összességében 7600 milliárd forint áll rendelkezésre erre a 7 éves időszakra. De ez a különböző befektetői pénzekkel elérheti a 9000 milliárdot is. Ez az összeg versenyképes pályára állítja a magyar mezőgazdaságot, élelmiszeripart, mondja az elnök.
Elindult a 10. Kaposvári Nemzetközi Asitej Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé. Április 3-áig 39 előadás és szakmai program közül válogathat a közönség. Majd csak értem jönnek. Biztosan értem jönnek. Az se baj, ha kikapok, csak jöjjenek már! Kicsi vagyok. Éhes vagyok. Egyedül vagyok. Segítsetek Fuknak a kis rókának! Fuk meséjével szerepel a Gyermekszínházi Biennálé versenyprogramjában a Győri Vaskakas Bábszínház, amely rendhagyó díszlettel érkezett Kaposvárra. Semmiképpen nem olyan előadást szerettünk volna csinálni Fekete Istvánnak a Vukjából, amilyen illúziókeltő díszletek között játszódik, tehát kisbokor, kisfa, kiserdő és kis plasztikus róka az nem lesz az előadásban. Viszont Boráros Szilárddal, az előadás látványtervezőjével azon gondolkodtunk el, hogy mi lehet az a minimális dolog, ami szükséges ahhoz, hogy ezt az előadást meg lehessen csinálni. És akkor létrehoztunk egy ilyen modern, tulajdonképpen installációszerű díszletet, ami talán itt mögöttünk is látszik a kamerában. És ezekből a gömb, illetve kör alakú, tehát finom ovális formákból épül fel az erdővilága. A falu világa pedig kontrasztban áll az erdő idilli életével. Éppen ezért a sima bőrű otthona szögletes díszletet kapott. Bravo, kamat! Nem csak a díszlet, hanem a jelmezek is rendhagyóak, ugyanis nem klasszikus bábokkal játsszák az előadást. Ezt a fejet mi kiegészítjük a saját testünkkel, és ahogy a mozdulataink jönnek, azt így átvezetjük bele is, és nyilván rá fókuszálunk, és a néző egy idő után már dekódolja, és egyáltalán nem zavaró nekik, hogy nem egy teljes róka alakot látnak, hanem egy ilyen kisé groteszk formát, de szerintem nagyon izgalmas forma. Közel 40 előadást kínál a Gyermekszínházi Biennálé Kaposváron. Mint azt Novák János művészeti vezető elmondta, nem egyszerűen csak egy szakmai találkozó ez, hanem olyan művészeti seregszemle, amely örömet szerez a művészeknek és az ifjú közönségnek egyaránt. A Kolibri Színházban működő Aszites Magyar Központ és a Kaposvári Csiky Gergely Színház szervezésében immár 10. alkalommal rendezik meg a Gyermekszínházi Biennálét. A járványhelyzet miatt 2020 tavaszáról mostanra halasztották az eseményt. Mint az dr. Fülöp Péter, a Kaposvári Teátrum igazgatója elmondta, az okos eszközök világában egyre nagyobb kihívást jelent a gyermekek érdeklődésének felkeltése. A színházak produkciói erre törekednek. A világjárvány az elmúlt 2 esztendőben ezt a folyamatot olyan mértékben gyorsította fel, hogy a mára elsődleges kihívássá a legfiatalabb generáció kimozdítása az online térből, felállítása a fotelekből. Lényegében újra kell tanítanunk őket a maga valójában, nem virtuális térként látni a világot, megélni a jelenléti élmények csodáját. A Gyermekszínházi Biennálé vasárnapig kínál előadásokat a legkisebbektől a középiskolás korosztályig Kaposváron. A programban helyet kapott a Csiky Gergely Színház Madagaszkár című produkciója is, amelyből ízelítőt is adtak a színészek a megnyitó sajtótájékoztatón. Különleges leletek kerültek elő Pécsett a Felsőmalom utca építkezési területén a közelmúltban. Összesen 7 római kori sír, amelyek közül 2 téglasír, valamint azok mellékleteként római kori tárgyak kerültek elő. Köztük például üveg, korsópohár együttes, ruha tartófibulák, illetve pénzérme is. Sértetlen római kori üvegpohár a 4. századból. Ezt találták az egyik sírban Pécsen, amit most tártak fel a régészek. A hozzátartozó üvegkupa, mint látható, 2 darabra tört, de ezeken kívül fibulákat és még egy pénzérmét is találtak a szakemberek, mutatja Janusz Pannonius múzeum munkatársa. A Felsőmalom utcában egy mélygarázs építésekor kerültek elő ezek a sírok. 7 darabot tártunk fel összesen, ebből 5 az ilyen szimpla egyszerű földsír volt, 2 pedig épített téglasír, amik nagyon érdekesek, mert nem igazán ritkák, viszont Pécset ismertünk már ilyeneket, de itt ennyire ezen a keleti területén a városnak még nem tártunk föl ilyen téglasírokat. Azért különlegesek ezek, mert az ókori Szopienne városfalától, ami a mai Citrom utca környék,
környékén volt, viszonylag messze kerültek kialakításra, mondja a régész. Így valószínűleg egy falu temetője lehetett a most feltárt terület. 4. századiak leletek, ez a bronz pénzérméből is beazonosítható. Szokatlan leleteknek tűnnek az üvegtárgyak a kívülállóknak, de a rómaiak valójában magas fokon művelték az üvegipart, mondja a szakember. Magas minőségű üvegtárgyaik vannak. Ez egy tömegáru egyébként. Azt nem mondom, hogy mindenki számára elérhető volt, de nagyon sokat ismerünk már korábbi pécsi temetőkből is elég sok került elő. Úgyhogy nagyon örülünk attól még, hogy ezek előkerültek, mert gyönyörű darab mind a kettő, a két egész tárgy, az üvegpohár és az üvegkorsó, de ezek nem szokatlan leletei egyáltalán ilyen késő római síroknak. Különleges, hogy a nagyobb hagymafejes fibula teljes egészében megmaradt. Nem hiányzik a tűrésze sem, amit a ruhába szúrtak, hogy a vállaknál megtartsa az öltözetet. A megtalált tárgyak most a restaurátorokhoz kerülnek, majd a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményét fogják gyarapítani tisztítás után. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Berendezték a szavazóköröket, április 3-ára készülnek már mindenhol. Felszámolják a szeméthalmokat, rengeteg illegális hulladékot szállítanak el Tamásiból. Elkészült a menedékház, ukrán gyermekek és nők érkeztek Sárpilisre. A megyei fejlesztéseket összegezték, polgármesteri fórumot tartottak Szekszárdon. Szombaton tovább csökken a hőmérséklet és téliesre fordul időjárásunk. Borult marad az ég, és ismét egyre több felé várható csapadék. Eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. Vasárnap eleinte még számítani kell vegyes halmaz állapotú csapadékra. Hétfőre jelentősen mérséklődik, délnyugatira fordul a szél, és lecsökken a felhőzet, naposra fordul az idő. Csapadék már nem hullik, emelkedni kezd a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!